Ezt a 16 vagyok, és ahogy látjátok, eljött a Dragon Mania Legends következő része, és Pengével, a Razor sárkányjal köszöntem be most nektek. Igazából ez a rész egy kicsit random jutott eszembe, mert igazából nem terveztem, hogy én most csinálok Dragon Mania-t, de mondom, várjám. Egyébként most sárkányt csinálok, mégpedig a Bricky agyag, vagy milyen sárkány. És látjátok, ki van ott Dani mögött? Igen, kikeltettem azt a tojást, amit mondtam, hogy számoljatok ki. És azt a nevet adtam neki, hogy Rius. Ugye a barátomról, Honoriusról szerettem volna elnevezni, de ugye nem fért ki az, hogy Honorius. És eszembe jutott, hogy Honoriusnak a beceneve Rius. És akkor gondoltam, oké, az kifér, akkor legyen Rius a neve. Meg egyébként is Honoriusnak tetszik ez a sárkány. Őszintén megmondva. Na, meg is mutatom nektek, hogy hogy néz ki. Kicsiben nagyon cuki, de felnőttben tök királyul néz ki. Megmutatom nektek. Várjátok, egy kicsit erőrébb jöhetne. Figyeljétek meg, hogy felnőttként hogy fog kinézni. Egy kicsit hasonló lesz a préri sárkányhoz. Cool, oda? Szerintem tök királyul néz ki. Nekem is nagyon tetszik. Most feltízezem szerintem. Oda dobáltam. Ja, szóval nagyon királyul néz ki. Gyere egy picit előrébb. Szerintem nagyon jól néz ki. Úgy néz ki, mint valami király, vagy valami harcos. De most komolyan. Tök jól néz ki. Hol van? Itt van. Na nézzük, fejleszteni kéne rajta valamit. Ja, legyen először a ameddig Rius fejlődik, addig mi nézzük, hogy tudunk-e csatázni. Hát ezek ellen nem szívesen csatázok. Majdnem áll. Sajnos nincs jó ellenfél. Ezek pedig erősek. Akkor menjünk ide. Ezek viszont jó. Most nem játszok hanggal, mert hát most nincs kezdem hanggal játszani kérdeni. Az egész, egyébként észrevettem, hogy a videóban nem túl zavaró, hogy néha a játék így akadozik. Mondjuk én észrevettem, hogy a játékban, szóval amikor én vettem fel a videót, szóval maga a játék nem akadozik, hanem csak a videóban akadozik. Nem tudom, hogy miért van. Na mindegy. Az a lényeg, hogy megnyerjük ezt a csatát. Ja. Egyébként csak úgy mondom, hogy Bella 16-os lett, és ő jelenleg a legerősebb sárkányunk. De miért nem lehet? De majd szépen a többieket is fogom fejleszteni. Írni. Ja. Jó, ezt a csatát még szerintem csináljuk meg, mert el könnyű. Na, nézzük. Le. Egy célelemű van, a többieknek ilyen lazák. Egyébként ki itt a legnagyobb szint? A középső, a napraforgó sárkány. Valaki kell megülni elsőnek. Mindig, ha csatáztok, akkor a legnagyobb szintűt kell megölni. Egyébként elsőnek. Úgy utána a kicsiket könnyedén meg tud ölni.
jobb lett volna, ha inkább zenével játszok. Na mindegy. Most már ezt a csatát megnyertük. Oké. Na, Honorius fejlődött. Hát szerintem videón kívül tegyem rá, de hát tegyük be videóban. Begyorsítjuk a szervot, aztán ezt is rárakom, aztán begyorsítom a szervot, aztán... Ezek már drágák. Jó, van még a tűz, az nem bír. 9 perc. Jó, van még csatázunk itt egyet. Nézzünk valami nehezebbet. Próbáljuk ezt? Ezek csak 15-ösök. Jó, próbáljuk. Nézzük. Jó. Aha, látjátok ezt a kettőt? Ez ilyen űrlény sárkány. 3 elemű és eléggé nehéz kikeverni. Mondjuk őszintén megmondva nekem annyira nem tetszik. Nem tudom. Hát igazából nem túl erősek, nem kell tudni nagyon aggódnunk. Csak mindegyik igazából ezt a kibort sárkányt kell megölni, mert most jelenleg ez a legerősebb a hármuk közül. Ja. Várjatok egy pillanatot. Thank you.
Sárkánynak, ennek a kis cukibogyinak lehet adni nevet, és én Iza 16 voltam, ez Rius, a Ragnarok sárkány volt, és találkozunk a következő részben is, sziasztok!